Hungaro Video bemutatja a Punky Brewster című amerikai rajzfilmet. Magyar hangok. Detre Anna Mária, Józsa Imre, Pálos Zsuzsa, Jani Ildikó, Rudolf Péter, Bács Ferenc, továbbá Basa István, Berzsenyi Zoltán, Borbé László, Csere László, Csizmadia Gabi, Rúver Hugo, Jakab Csaba, Kassai Károly, Kerekes József, Konrád Antal, Peckai Endre, Rácz Géza, Salinger Gábor, Szécsi Vilma, Szokol Péter, Úri István, Várhegyi Teréz. A magyar változat munkatársai. Magyar szöveg Szőnyi Ferenc. Dramaturg Bajomi András. Gyártásvezető Rozsnyai Ilona. A rendező munkatársa Gergely Márta. Szinkronrendező Aprics László. A szinkron a KKTV stúdiójában készült 1988-ban. Punky és a mentő expedíció. 35, 40, 45. Henry ebből nem tudja kifizetni a lakbért. Misi, segít! Mi ez? Halló, ki az? Jöjjön ki onnan! Lomer, ez egy telefon. Itt kell belebeszélni. Halló? Micsoda? Egy állás Henrynek Floridában? Vállaljuk! Igen! Nem félsz, amiért Henry nevében elfogadtál egy állást? Nem! Henry nagyon is élvezni fogja az ejtőernyős ugrást. Ejtőernyő? Henry kitekeri a nyakadat, Punky. Halló, itt Glomer! Nem, Glomer, ez most a csengő volt. Henry! Itthon felejtettem a kulcsomat. Gyorsan, bújtasd el, Glomer! Van megint! Sajnálom. Punky, miért csuktad be az ajtót? Jó hírem van! Szereztem neked állást, soha többé nem lesz gondod a lakbérrel. És miféle állást szereztél te nekem? Hát csak ki kell ugranod a repülőgépből, és közben fényképezned kell a légi akrobatákat. Na, mit szólsz hozzá? Egyetlen szót nem. De miért? Hát nem untam meg az életem. Hát rendben van, Henry. Akkor most kereshetünk magunknak olcsóbb lakást. Jó, nem bánom. De a te lelkeden szárad, ha többé nem látsz engem. Ez már beszéd! Akkor hát mire vársz? Az esernyémet azért még megkereshetem. Mi az ördög? Punky. Igen. Siess már, mert lekésed a gépedet, Henry. Erről még beszélünk. Jó. Ezt megúsztuk. Henry légi akrobata lesz, na. És én még csak nem is látható. Jó, de hát nem repülhetsz át csak úgy Floridába, hip-hop? De hogy nem, én elvinni? Tényleg? Nekem ez lenni egyszerű. Hurrá, Glomer, akkor indulás. De a nagymamát nem szabad egyedül hagyni. Estére itthon leszünk, nem is fogja megtudni, hogy elmentünk. Kaposkodj jó bele, Glomer! Juhé, repülünk! Figyelem, figyelem! Közvetítést adunk az ejtőernyős parádéról. Ilyen egy kényelmetlen utazást! Engem is nagyon megviselt. Hoppá! Nézzétek, éppen jókor jöttünk. Ez biztosan Henry géte. De hol van Henry? Szegényke! De hát hová megy? A repülőtér az ellenkező irányban van. Elsodorta a szél. A mocsár felé viszi.
Csinálj már valamit! Megpróbálom, de a repülés kimerítette a varázserőmet. Tennünk kell valamit azonnal! Nem! Csak azért sem leszek az ebédet! Undorító hüllő! Ajjaj! Na jó, rendben van, az undorítót visszavarom. Most, hogy jutok innen? Meg kell várnunk a mentőszolgálatot, Punky. Soha! Én juttattam bajba Henryt, és én is fogom kihúzni belőle. De itt minden csupa sár. Ez itt egy mocsár. Mit vártál, tejföld? Mi volt ez? Fogadok, hogy ez a vérszomjas láplakó szörnyeteg, akit a tévében is láttam. Szörnyeteg? Az. Három feje van és kislányokkal táplálkozik. Jézusom! Márpedig engem semmiféle kislány evő láplakó szörny nem tántoríthat el tőle, hogy megkeressem Henryt. Világos? Világos? Gyere ide, vagy kikaparom a szemed! Íme a ti vérszomjas láplakó szörnyetek! Na gyerünk, váljunk kétfelé és keressük meg Henryt! Kétfelé, kétfelé! Ha ez nem a szörnynek a lába, akkor ebben a mocsárban óriás békák laknak. Ide nézzetek! Egy ruhafoszlány. Csak nem térte szét a láblakó szörny az én Henrymet. Punky, azt hiszem, hogy Brandon megérezte Henry szagát. Mi? Nem követni ezeket a nyomok. Ez az. Ezt fogjuk tenni. És reméljük, még idejében érkezünk. Gondolod, hogy itt lak? Miért szerinted a Hiltonban van lakosztálya? Biztosan most sózza be szerencsétlen Henryt. Ja, ez nem fog menni, Punky. Te csak ne félj, amíg engem látsz. Meg kell ijesztenünk a szörnyet. Megmondtam, hogy ez nem fog menni. De hisz ott megy! Merre felé megy? Arra! Köszönöm! Glomer! Tudsz matracon repülni? Sajnos nekem csak szőnyegre lenni jogosítvány. Nem baj, indulás! Belülről talán meglátjuk. Biztonsági övet becsatolni! Mégsem ez egy stewardess! Glomer! Vigyázz, fa! Ezt nem láttam! Vettem észre! Szegény Punky, nagyon el van keseredve. Soha nem találjuk meg Henryt, és én vagyok az oka. Pedig én nekem, ő a családom. Oh, ez nagyon szomorú, én is elveszítettem a családomat! Magad. Igen. Az egyetlen
egyetlen megoldás, hogy összeszedjük magunkat, elfogjuk a láplakó szörnyet, és kiszabadítjuk a karmai közül Henryt. Na és hogy akarod elfogni azt a szörnyet? A filmbeli szörny szerelmes egy nagyon-nagyon szép kislányba. Igen? Nem is értem, hogy tudtatok rávenni erre? Nyugi, mi is itt leszünk, és amint megjelenik a szörny, nyakon csípjük. Rajta, Glomer, te leszel az őrszem. Világos? Igen, ha meglátom szörny ordítani. Ott jön! Ez az. Figyelj, Margo, kezdjük! Jaj, nekem! Egy ilyen bájos, egy ilyen elegáns kisasszony, akik a pártban! Margo, elfogni akarjuk a szörnyet, és nem meghatni! Jaj! Jaj, Jézusom, ott jön! Milyen szép lenni, mosolyog! Na, nekem a semmi! Na, te bestia! Egy percet adok rá, hogy megmondd, hol van! Henry! Nem történt bajod? Henry! Pánki, te meg hogy kerülsz ide? Hát elbújtunk a repülőn. Mi? De megmentettünk a láplakó szörnytől. Pánki, Henry volt a láplakó szörny. Fakérget kötött a talpára, hogy el ne merüljön az ingoványban. Henry, minden egyes bútordarabot fényesre kell törölgetnem. Mindegyiket. Legközelebb majd jobban meggondolod, hogy felszökél a repülőgépemben. Jobban meggondolom. Bocs, Henry. Jól van. A fő, hogy már ki tudjuk fizetni a lakbért. És maradt pár fillér a szobalánynak is? Törölgess csak szépen. Jó. A két ballábas csapatkapitány. Hallod-e? Ellen nem nagyon fog örülni, hogy röpizés közben zavarjuk. Majd örül, ha meglátja, mi van a kosárban. Glomerre gondolsz? Nem, az ebédre. Na, kiskutya kéved? Na? Kondra! Kapd el! Glomer, ne élj vissza a varázshatalmaddal! Megláthatnak minket! Ó, persze! Igazad van? Nézzétek, ott van Ellen! Gyerünk! Na most mutasd meg, mit tudsz! Dobod már! Ez is gól lesz, ti bénák! Életemben nem láttam ilyen két balkezest. Fogd be! Megtudomásul, hogy Ellen nagyon is ügyesen kezeli a labdát. Pedig szerintem inkább őt kéne kezelni. Csak ugyan? Hát akkor tudd meg, hogyha akarná, a chicagói medvék között is játszhatna. Bizony. Feltéve, ha azok a medvék már kitömöttek. Majd nem nevettek így, ha meglátjátok Ellent a medvék mezében. Viszlát a stadionban! Gyerünk, Ellen! Nem engedhetjük meg, hogy ezek a falábúak kigúnyoljanak. De Punky, Ellen soha nem fog a medvékben játszani. Ne mondd azt Punky Brewsternek, hogy soha. Egyszerűen elvisszük Ellent a chicagói medvékhez. És kész. Micsoda? Addig is, amíg a profikkal nem edzel, gyakorolnod kell, Ellen. Gyerünk, kapd el! Megvan! Jaj! Attól tartok, hogy Ellennek még sokat kell gyakorolnia, mondjuk nyugdíjig. Már, Jerry! Talán Glomer tud segíteni, nem? Na rá, hogy segít, Glomer! Jaj, de furcsa! Ez az, köst fel a gatyád! Glomer dobja, Ellen elkapja! Jó nagyot dob neki!
Ezt aztán jól elkaptad. Ez az. Jól van, Ellen. Most nézzük, hogy dobod el azt a lasztit. Ezt nevezem én bombalövésnek. Óriási vagyok, vagy nem? De igen. Most már tényleg beállhatsz a medvékhez. Azért is megmutatjuk mindenkinek. Ne felejtsd el, mindenkinél jobb vagy. 5, 36, 40. Gyerünk, nyomás, ahogy megbeszéltük. 6, 46, 24, 33, 56. Hát te ki vagy? Punky Brewster, menedzser. Szerencsés napja van, edző úr. Bemutatom Ellent, a zseniális csapatkapitányt. Tréfálsz velem, kölyök, hiszen ez egy gyerek. Várjon, kérem, nézze meg, mit tud Ellen. Nagyon sajnálom, majd néhány év múlva. Hát jó. Várj egy pillanatra, Ellen. Hey, megállj, te bére! 15, 21, 33, 42, hé! Hey! Köszönöm. Na, elég a munkából, gyerekek. Vissza azt a labdát! Mire vársz? Hallottad, nem? Add vissza neki! Bravo, kölyök. Na, lássuk. Hoppá! Ez igen, fiú. Na, beveszik? Gyere vissza holnap. Beszélek a vezetőedzővel. Lehet, hogy te leszel az utánpótlás csapatom kapitánya. Igen, ha nem hiszed, gyere el és győződj meg róla. Szervusz, szervusz! Banki? Ó, oh, Henry! Blomer, bújj el gyorsan! Hello, Henry! Van egy meglepetésem számodra. Jaj! Mi az ördögöt csináltok? Hát, Karinekre gyakorolunk. Henry, mi az a meglepetés? Nem tudom, mi ütött belém, de vettem neked meg a barátaidnak jegyet a medvék meccsére holnapra. Hű, ez csodálatos, Henry! Jól van, na jól van, nem kell azért megfolytanod. Villanyoltás! Jó éjszakát! Azt nézd meg, amikor már Henry meglátja Ellent a pályán. Ellen neked köszönheti a karrierjét. Nekem bizony. Mi az a karrier? Örökké tartó siker. Örökké? Ajjaj! Ajjaj! Glover varázshatalma véges. Ellen nem sokára bajban lesz. Nagy bajban lesz. Bajban? Igen, nagyon nagy bajban! Azt akarod mondani, hogy megint ügyetlen lesz? Igen, ez az, ügyetlen. Ez tényleg nagyon nagy baj. Akkor Ellen kiteszik a csapatból. Meg kell akadályoznunk, hogy játszon. Margó, hol maradt Punky és Jerry? Mindjárt kezdődik a meccs, elkésnek. Elmentek Csokiért. De hát vettem nekik pattogatott kukoricát. Rajta, medvék! Harcra fel! Ellennek itt kell lennie valahol. Ott van! Ott van! Tényleg! Gyere, Ellen, most szépen hazajössz! Micsoda? Tudod, hogy nekem meccsem lesz. Na viszlát, megyek is! Jój! De Glomer varázshatalmának vége, és te leszel megint ügyetlen. Ellen,
Ha kimész ezek közé, a bölények közé, kis kanállal kell majd összeszednünk. Nem hiszek nektek. És akkor is kimegyek a pályára, és megmutatom, hogy ki vagyok. Egyszer még hálás leszel nekem ezért, Ellen. Jaj! Mi az? Mi csináltok? Álljatok meg! Segítség! A mamámat! Az ügyvédemet! Az ügyvédem mamáját! A nagymamám ügyvédjének! Csillapodjál, különben orvost is hívunk! Ott a kijárat! Jaj! Bánki, ez zárva van! Hé! Ez megszökött! Ellen! Nem! Inkább oda se nézek! Ellen! Ez várj! Ellen! Ellen! Egy pillanat! Punky és Jerry a pályán. Ó, nem. Talán valami folt van a távcsőn. Igen, egy Punky és egy Jerry nevű folt. Vigyázzon! Félre! Félre! Ellen, higgy már nekünk! Nem állhatsz bejátszani. Be kell állnom. Ez a kötelességem. Most mit csináljunk? Ellen! Itt felejtetted a labdát! Jaj, szent ég! Még mindig meg akarsz küzdeni ezekkel a hatalmas mamutokkal? Nem, vigyetek haza! Hol vagy, Ellen? Jó napot, szia! Csak nem arra vagy kíváncsi, hogy mit keresek én itt. Meg akarom mondani az edző úrnak, hogy Ellen ma nem játszhat, sajnos. Hogyan? Rossz hírem van. Nem tudtam meggyőzni a vezető edzőt. A szabályok nem engedik meg, hogy játsszál, amíg ki nem jártad az iskolát. Jaj, nagyon nagy csalódást okozott neki. Igazán kárpótolhatná valamivel? Nézd! Ott van a nagy Pektov mellett! Ó! Be kell látnom, Punky, igazad volt Ellennel kapcsolatban! Ugye megmondtam nektek, hogy egy napon a medvék mezében fog feszíteni. Jaj! Nos, Punky? Megmagyarázzam. Hát ez egy hosszú történet. Ide figyelj, te mákvirág! Nem tudom, hogy került Ellen a pályára, de biztos valami huncutság van a dologban. Thank you.
következő történet címe Jó Édes Csúf. Hol lehet, Panki? Henry nem jött. Mehetünk gyalog. Nyilván lefoglalja a munkája, amit Vigeló úrnál kapott. Vigeló úrnál? A laptulajdonosnál? Glomer várni régóta? Mondom, Glomer! Remélem, Henry nem látott meg. Henry volt elfoglalt és dühös. Henry? Dühös volt? Miért? Meg kirúgták. Micsoda? Igen, kirúgták. Szóval Vigeló úr elbocsátotta Henryt. Szegény Henry, kirúgták. Ezt még megkeserüli az a szörnyeteg Vigeló úr. A parkban megvárlak, ha majd egyszer odaértek. Jaj, csupa piszok lett a gyönyörű elegáns ruhám. Sajnálom, Margó, csak szeretnélek meghívni a papám estéjére. Na, arra aztán várhatsz. Jerry, ez Avery Vigeló. Vigeló úrnak a fia. Azt hiszem, most már tudom, hogy szerezzük vissza Henry állását, amit épp most vesztett el, szegény. Nem és nem! Előbb leszek utcaseplő, mintsem, hogy elmenjek arra az estére. De ha te elmennél, mi is veled mehetnénk, és akkor megkérhetném Avery papáját, hogy vegye vissza Henryt. Nagyon sajnálom Henryt, de nem teszem kockára a hírnevemet. Legalább egy percre állnál már meg, Margó! Megállni 60 másodpercet! Gomer! Szó sem lehet róla! Ne is erőltess tovább, úgy sem megyek el! Akkor elárulom, hogy Avery papája ennek a divatlapnak a kiadója, és állandóan csinos fotómodelleket keres a címlapra. A fotómodelleket? Címlapra? Mikor lesz az esti? 6 órakor. Egy, zero, zutáj, dáj! Na jó, de hát halljam. Muszáj elmennem fodrászhoz. Ez bízd csak ránk. Ebben a divatlapban minden benne van, amit a szépségről tudni kell. Biztos vagy benne, hogy tudod, hogy kell csinálni? Persze. A babámmal is ezerszer megcsináltam már. Hogy szereted a tojásom? Pont rám, papának, vagy lágyon? Ezt is Margó fejére akarod önteni? Igen, bár elég ronda. Nyugalom, Panki! Ez szépségmassa Glomer receptjéből. Glomer, biztos vagy benne, hogy ezt használ? Biztos. Nagyszerű, Glomer! Türelem, Margó, mindjárt készen is vagyok. Már csak meg kell várni, hogy megszáradjon. Kész van. Gyertek ide, segítsetek! Valami baj van! Dehogy! Csak egyedül nem bírom leszedni! Jaj, de kemény fejed van! Várjatok, hát ha lejön magától is! Várjatok! Le tudod venni, Glomer? Könnyen! Könnyen! Lenni nagyon kemény! Még egyszer megpróbál! Nem lehet igaz! Na, milyen vagyok? Ronda, szörnyen szép. Meghiszem azt, mindig is szép voltam. Különösen a szakál. De. Most pedig egy kis szépítő szendergés következik. Egy órát alszol. Glomer, mit csináltál Margó szép arcával? De hiszem most szebb lenni arcam itt volt. Csináld vissza azonnal, parancsolom! Nem hagyhatjuk így örökre, letakart arccal. Fog elmúlni majd idővel. Jó, de mennyi idő múlva? Siess, mert elkésünk. Nem tudom elhinni, hogy mégis kitartasz a terved mellett, Panki. Ha nem megyünk el, Henry nem kapja vissza az állást. Úgyhogy most kénytelen vagyok én helyettesíteni Margot. Mi? Ti pedig ma
majd valahogy távol tartjátok őt, amíg teljesen vissza nem változik az arca. Lomerke is, mehetünk? Ez az estén nem neked való, sajnálom, utána találkozunk, jó? Jó. Itt az ideje indulni. Munkára fel! Nem értem, miért van rajtam ez az ormótlan köpeny? Azt akarjuk, hogy a herceg lásson meg először. Jó, rendben van. De most már menjünk. Ne, várj még! Várj, Margó! Ha túl korán érkezel, elrontod a hatást. Igazad van. Örülök, hogy eljöttél, Margó. Ó, én örülök, hogy meghívtál, Evri. Mikor mutatsz be a papádnak? Mindjárt lejön. Te, hol van Panky? Panky? Megyek és megkeresem. Hello, Evri! Kézzel csak már mindenütt kerestelek. Hello, Panky! Megnézitek a kertet Margóval? Nem! Margó azt üzeni, hogy beszélni akar veled. Igen, arra van. Megyek. Na mi van? Mi a helyzet? Nézd csak körül és meglátod. Figyelj tovább! Vissza kell mennem Evrihez. Hello, Panky! Mi újság lenni? Glomer, mondtam, hogy maradj otthon, igaz? Nem, te mondtad, hogy nem sokára találkozunk, és most már nem sokára van. Felborítod az egész tervet. Várj meg kint a kacsaúsztatónál. Igen! Már nem sokáig tudjuk visszatartani. Most már elég. Most már igenis bemegyek. Jaj! Úristen, mindent el fog rontani. Olyan vagyok, mint Glomer. Olyan szép. Te csináltad ezt velem? Azt hiszem, Panny dolgom menekülni! Ezért felvigyellek! Állj meg! Felkoncolom! Glomer! Pedig olyan szép! Hajom, Evri, mikor mutatsz be a papádnak? Panky, tudod, hogy ki van a konyhában? Tudod ki? És tudod, hogy mit jelent ez? Mi? Evri, most teszünk egy kis pudert az orrunkra. Tehát az én orromra nem kell puder. Jaj! Most már kell. Jaj! Végem van, most már senki sem akar fényképet rólam! Margó, nyugodj meg, mindent megmagyarázok. Nehogy azt hitt, hogy te megúszott, Panky Brewster! Most te jössz! Te vagy az, visszaváltoztál. Olyan trükk, mi? Nézd meg magad, ha nem hiszed. Egy másik vélemény talán majd meggyőzi. Siess, gyorsan! Evri, gyere ide egy percre, kérlek! Tessék, Margó! Margó! Ne nézz rám, szörnyű vagyok! Gyönyörű vagy, Margó! És ráadásul szerény! Ne kínoszd, kérlek! Az arcom olyan gyönyörű! Olyan szép! Bájos! De... még mindig nem értem. Megmagyarázom. Azért volt ez az egész, mert találkozni akartam a papáddal. Velem akartál találkozni, kislány? Vigello úr! Panky Brewster vagyok, és vegye tudomásul, hogy maga egy alávaló, undorító fráter. Micsoda? Henry a leges legjobb fényképész a világon, és... Panky? Henry! Nem kell, hogy könyörögj az állásodért, én majd elintézem. Hát megvan az állásom. Ezért vagyok itt. Szóval ez nem bocsájtott el téged? Nem, dehogy is. Hát csodás az estéje, Vigello úr! Panky, ezt majd még megbeszéljük. Mindenek előtt csinálj itt rendet. Az egész konyhában? Igen, nagyítóval fogom ellenőrizni. Hát jó, Henry.
Jössz táncolni? Boldogan. Mesélj magadról, a papádról és a papád divatlapjáról. Ezt aztán jól összehoztuk. Blomer! Itt vagyok, Pánki! Miért mondtad, hogy Henryt elbocsájtották? Én csak mondani azt, hogy kirúgták. Kirúgták, igen, igen. Látod? Henry jött vásárlásból, és Brandon elkapta a lábát. És valaki véletlen kirúgni Henrynek lábát. Jaj! Így érteni engem rosszul, rosszul értés. Hallod, Pánki, félreértés? Igen, félreértés. Tényleg. És ki fog takarítani? Glomer története. Nem hiszek a szememnek. 10 perce még 7 ábra sütött a nap. Félek, nehéz lesz fedél alá kerülnünk, Brandon. Glomer lesz teljesen ázva, mire hazaérni, hogy csak nem. Na, viszontok, milyen vagyok? Zseniális! Na, folyok! Nézd! Talán eláll az eső. Szivárvány! Hurrá! Ez Ómanóvárba fedett! Glomer, várj! Ómanóvár! De miért? Megszökött a szivárvány. Sose megtalálni Ómanóvár. Dehogy is nem. Te magad mondtad nekem. Emlékszel? Azon a napon, amikor megismertelek. Ő a mindenit. Még sose láttam ekkora szivárványt. Nézzük, hol a vége. Szent ég, ez fantasztikus. Ez egy mesefalu. A szivárvány túloldalán. Kis manócskákkal és egy aranybányával. Ma is jó volt az aranytermés, igaz, Glomer? Mind nagyon ügyesen dolgoztok. Ezeknek aztán igazán arany életük van. Látási! Glomer! Vili-vili küsz! Menjünk el Jerryért, különben sose hiszi el. Nunya! Remélem, itt találjuk még a szivárványt, mikor visszajövünk. Brandon, lehet, hogy kinevezte, az az érzésem, hogy követnek. Vagy tévedtek? Igen, valami mozogott. Látod, igazam volt, Brandon. Ki vagy te? Eskebibi! Nem akartalak megijeszteni. A nevem Pánki. Ő Brandon. Csabi, jó, bocsánat. A tengelvedet, én nem beszél jól. Én Glomer, a falu hívni Ómanóvár. Glomer? És ki vagy te? Én lenni Glomer, segédmanó. És te át tudsz jönni a szivárványon, Glomer? Nem lenni nehéz nekem, csak kell, hogy 5-6 másodpercig megmaradja magát a szivárvány. Ó, nem! Szegény kis bicajom, teljesen összetört. Nem baj ez, én bicikli javítok. Hát ezt meg hogy csináltad? Hát ez
ez nagyon egyszerű. Omanovárban ezt mind tudnék. Figyelj csak! Ez! Igen? És most te mutat a falud. Hát ez egy kicsit nagyobb, mint egy falu. Mi Chicagónak hívjuk. Hogy tetszik? Rettenetesen nagy, de miért lenni rajtam ez az izé? Miféle izé? Miféle? Hát ez! Vigyázz, Glomer, vigyázz! Nem szabad, hogy meglássanak. Az izé! Jaj, ne! Izé, gyere vissza! Gyere vissza, izé! Meg is hallhattál volna. Nem szabad így átszaladni az úttesten, te kis buta. Nagy seprű akart lapítni engem. Glomer adta neki jó nagy lecket. Glomer! Felejtsd el a varázserődet! Ha valaki meglátna, ki tudja, mi lenne veled? Sajnálom, Pánki, megígérem, hogy soha többet nem mozdulni ki innen. Nem, soha, soha többet. Hová lett a virslim? Glomer, nem szabad megenni mások ételét! De Glomer, EHG. EHG? Várjuk. Te mondod így, éhes. Éhes? Ezen könnyen segíthetünk. Jó, akkor hozok egy sajtos szalámisat, egy húsosat, meg egy kolbászosat. Hé, és te mit fogsz enni? Még nem döntöttem. Várj meg itt, jó? És vigyázz, hogy meg ne lássanak. Vigyázok. Sziasztok! Anki, hol voltál? A parkban. Ha tudtok titkot tartani, mutatok valamit. Brandon viszkettő, cik. Én majd segítek neki. Cik! Figyelj, Márki! Te is láttad, amit én? Azt mondom, kapjuk el ezt a micsodát, és nézzük meg, mit tud még! Ez lesz majd ezután a te kutyafád. Jaj! És tényleg tud varázsolni is, Pánki? Bizony! Majd meglátjátok! Eltűnt! És azt nem mondtam, hogy nagyon szeret megviccelni minket. Úgy látom, elég gyakran, Pánki. Mi van, Brandon? Glomer veszélyben van. Biztos ezek a csavargók tartják fogva Glomert abban a zsákban. Ha tényleg varázsló ez a Glomer, miért nem szökik meg? Nem tudom. Biztosan fél. Úgyhogy ki fogjuk szabadítani. De már nincs sok időnk. Ki tudja, meddig maradott az a szivárvány? Már itt kéne lenni a főnöknek. Hé, mi volt ez? Pénz hullik az égből. Feláldozod a pénzedet? Ez szép tőled. Igen, tudom. A nagy lelkűség egyik nemes tulajdonságom. Megvan! Itt is egy! Itt is! Glomer! Gyorsan gyere ide! Na végre, hogy itt lenni, Pánki! Psst! Hé, ez meglógott! Na most meg vagy! Gyerünk!
Te haver, felejtsük el ezt a micsodát! Nem hiszek a gyönyörű szép szememnek. Mondtam neked, hogy varázsló. Já, elmegy Glomer nélkül. A mindenit, elhalványodik a szivárvány. Várjatok! Megyek Glomernek! Glomer! Glomer! Várjatok! Mami! Papi! Glomer! Glomer! Mami! Glomer! Mami! Papi! Jól van, ne sírj! Majd jön másik szivárvány, meglátod! Nem! Az nem ugyanaz! Ó, Manovár csak egyetlen egyszer jön minden 100 korban! Glomer maradt nagyon egyedül! Nem vagy egyedül, mi veled vagyunk, én is, meg Brandon is! Lakhatsz velünk, amíg Ómanovár vissza nem jön. Tényleg? Tényleg. De vigyázz, nem láthat meg senki. Még Henry sem. Még valaki elvinne tőlünk, mint ma. Jó van, rendben. Különben is 100 kor egyáltalán nem lenni nagy idő. Na szóval, hova is fog nézni az ablakon az új lakásba? A szüleid pedig majd visszajönnek. Meglátod, viszont látod őket. Igen, igen. Glomer tudja? Kedves kis pánkim, te vagy a legjobb barátom. Ez a legfontosabb. Te is az vagy nekem. Tényleg? Kösz, Pánki! Brandon, látod, jót tett a fürdés. Új kutya lettél. És már nem is olyan büdös. Nézd, milyen vicces lenni övé ruha. De hisz, az egy esőkabát, Glomer.
Ó, szegény bácsi, és ők a vád rossz, nem működik. Én majd megcsinálom. Jaj, mi ez? Azt aztán jól megcsináltad. Tudod, hogy senki idegen előtt nem varázsolhatsz. Megláthatnak. Én láttam! Lelepleztek? Ugyan, dehogy is. Nézd csak. Nézd. Hi, egy papagáj. Láttam. Szerébusz. Nézd már, 15 dollár egy madárért, csak mert tud beszélni. 1500 dollár ellen. Ilyet? Hát, te jó ég. Ha ez a papagáj 1500 dollárt ér, képzeld el, mit érne Brandon, ha tudna beszélni? Ellen, ne marháskodj már! Ha Brandon beszélni tudna, én megenném az új cipőmet. Kezdheted a lakomát, Margo? Hé, ez beszél! Gazdagok vagyunk! Hurrá! Lehet, hogy te gazdag vagy, de én gazdagabb leszek. Glomer, ezt te... Nem kell hálálkodni. Na, mit csináljunk Brandonnal? Egy vagyont kaphatnánk érte. Micsoda? Margo, inkább vennél egy új fürdőruhát Punkinak. A régire azt mondtad, hogy egy vacak roncs. Ó, nem! Én csak azt mondtam róla, hogy használt. Te meg mit röhögsz? Inkább vedd meg Margónak azt a hanglemezt, amit a múltkor összetörtél. Punky, te meg elvesztetted Ellen. Hallgass! Jó kutya nem beszélt Eliszájjal, Brandon. Ez hihetetlen, hogy a tulajdon kutyám akar bemártani. Ha nem teszünk féket a nyelvére, Glomerről is locsogni fog. Glomer, tessék visszaváltoztatni Brandont! De hát miért, Punky? Mi lesz, ha hazamegy, és azt mondja, szervusz, Henry, képzel csak el! Egy macska most elkaplak! Ó, a nem jóját, Brandon! Brandon! Gyere vissza! Megmutatom én ennek a főszerkesztőnek, hogy engem nem lehet lefirkászozni. Olyan riportot csinálok, hogy kétfelé áll tőle a füle. Ez meglógott. Cít, gyere játszani Brandon bácsival. Egy beszélő kutya. Na hát, micsoda remek riporttéma. Hát ez kapóra jött. Jaj. Glomer, azonnal változtasd vissza Brandont. Nem értetted? Ne siess úgy vele. Jön valaki. Hallod-e? 20 dollárt adok ezért a csodálatos beszélő kutyáért. Beszélő kutya? Bizonyára csak képzelődött, uram. Persze. Talán igazad van. Hiszen nincs is beszélő kutya. Viszlát! Egy hajszálon múlt. Rajta kell tartanunk a szemünket, míg Glomer vissza nem változtatja. Brandon! Ez a csirkefogó ellopja a kutyámat. Utána! Fogjuk meg! Utána! Én is megyek! Hé, várjatok meg! Egyáltalán nem érdekel, hogy maga a Daily Express riportere. Elhalászta a taximat! Egy riporter? A Daily Expressből? Na majd én megtáncoltatlak, te gazember! Gyerünk! A főszerkesztő úr irodája a legfelső emeleten van, de senki sem mehet fel bejelentés nélkül. De hát nem érti, hogy mi... Ez rátok is vonatkozik. Nem mehettek fel. Csinálj már valamit, Glomer! Jó, rendben van. Glomer segíteni. Na de, állj meg! Azonnal gyere vissza! Gyerünk, gyerekek! Hussunk föl a lépcsőn! Reszélő kutya! Ide figyelj! Hallani sem akarok erről az újabb sületlenségről, bocs! Ezt le kell hoznod. Szóval, ahogy megláttam ezt a kutyát... Ha ez most megszólal, akkor nekünk végünk. Meg kell neki fogni pofája, azonnal. Jó, nem szólok egy szót sem. Most már csak ugyan végünk van.
Nem, még nem. Nos, lehozod a címoldalon a riportot, vagy nem? Jó, megadom magam, bocs. Ez valóban fantasztikus. Tetszik a számom, főszerkesztő úr? Számod? Szia, Brandon kutyus! Szervusztok, hogy vagytok? Szóval hasbeszélő kislányról van szó. Te szemérmetlen csaló! Takarodj ki az irodámból, de tüstén! De ez a kutya tényleg beszél. Esküszöm, hogy beszél. Hord el magad! Rendben van. Találok majd mást, aki megveszi a riportomat. Engedj el a kutyámat, vagy kupán vágom. Remekül csináltad. Szeretném, ha a varieté műsorunkban fellépnél a számoddal. Az én nevem Ellen, és remekül tudok fejen állni. Én pedig bámulatosan fotogén vagyok. Menjünk már! Tehát várjatok, meg is mehet végre a világ. Merre mehettek? Megszöktek természetesen. Sajnálom. És ha nem látom többé Brandont? Nyugodni, Pinty, Henry biztos segít. Henry? Nem tudhatja meg. Akkor rólad is beszélnem kéne. Ó, persze. Erre nem gondolni. Pinty, gyere ide. Hol van Brandon? Szeretném tudni, hol csavarok. A konyhában eszik. Rendben van, megyek megnézem. Ne, Henry! Tudod nagyon jól, hogy Brandon kifejezetten utálja, ha evés közben zavarják. Miért nem nézed inkább a tévét? Nem! Hallod ezt? Egy beszélő kutya. Ne vesztegesd ilyesmire az időt, olvasd inkább az új könyvedet. Én is megyek játszani. Már csak, addig nem játszhatsz, amíg készen nem vagy a takarítással, míg föl kell porszívoznod. Tehát nekem, illetve már is megyek. Ajaj, Brandon már biztos a TV stúdióban van, Henry meg azt akarja, hogy... Jaj, Istenem! Nyugodni, Pinty! Glomer majd elintézni. Glomer, zseniális vagy! Tudod, ez nálunk családi vonás. A sarkok is szép, tiszták legyenek ám. Igenis, Henry! De. Belopakodunk a stúdióba, és nyakon csípjük Brandont. És biztos vagy benne, hogy sikerülni fog? Nézd csak ide! Rajta, srácok, ahogy megbeszéltük! Vezérlő. Kifelé! Ide tilos idegeneknek belépni! Nem ismeri meg Margot Rerimert, a híres és kápráztató gyönyörű gyermek sztárt! No! Hát én, szóval izév... És hogy merészel engem egy műsorba tenni a vala beszélő kutyával? De én nem akarom mondani, ez meg ki? Én vagyok a művésznő állandó sminkese. Én pedig a művésznő állandó fodrásza. És ez micsoda? Ő a művésznő állandó kabalababája. Na elég volt, mindjárt 5 óra is nekem dolgom van. 2 perc múlva kezdődik kincsasszony főzőtám folyama. Azt akarja mondani, hogy az 5 órás híradót nem innen adják? Nem. A híradó stúdiója az utca túls oldalán van. Segíts nekem, Glomer! Már csak ez hiányzott, megint egy új akadály. Bocsánat, át szeretnék menni. Csak el ne késünk. Mai adásunkat egy szenzációs hírrel kezdjük. Hiszik vagy sem, egy beszélő kutyát fognak látni. Brandon! Ő az én kutyám. Jól van, kutyuska. Beszélj. Azt hiszem, elkéstünk. Nem hallottad? Beszélj! Wow. Nem azt mondtam, hogy ugass, hanem azt, hogy beszélj! Brandon, megint az én régi kis kutyuskám vagy. Bocsánat, sajnálom, kedves nézőink. De nem annyira, amennyire bocsor fogja, nem sokára. Gratulálok, Pinty.
Visszaszerezted Brandont és Glomer titkát is megőrizted. Henry! Remek, Punky! Éppen ideje volt, hogy a nagyszobát is kiforszívózt. Emeld fel a lábad, Henry! Nem a győzelem a fontos. Kezdődik a szépségverseny a tévében. És most, hogy a résztvevők sorra bemutatkoztak, itt az ideje, hogy a zsűri visszavonuljon tanácskozni. Engedjék meg, hogy ez alatt mutassak egy részt. Nem, kis érdekel ez, én a meccset akarom nézni. Viszont nagy évben száll a lapra. Ah, vízből, tömény unalom. Elrepült. Most kezdődik a kedvenc műsorom, a remegő szív. Az aeróbikot! Punky, ez nem igazság! Add vissza! Na! Majd a piros hó esik! Adjátok ide! Add ide! Ide vele! A tévő! Mi történt? Hogy vesz is? Mit mondok Henrynek? Hát azt, hogy tévébe dilizni! Szó se lehet róla! Ha Henry megtudja, rettenetesen ki fogok kapni. Talán megjavítathatnánk. Jó, de közös zsebre megy. Tessék! $13.99. Az nem elég. Mi ez? Ha kitalálod, hány édesség van a pulton, egy televíziót nyerhetsz a Domart áruházban. Brandon, te lángész vagy! Köszönöm! Na és biztos vagy benne, hogy meg fogod nyerni? Igen, biztos! Ha felosztjuk négyünk között az édességeket, és megszámoljuk, megkapjuk a pontos választ, értitek? Ne vicceljetek már, nyomás a pultokhoz! Tudtam előre, hogy ma pocsék napunk lesz. Ha jól tudom, az édesség arra van. Kifelé! Ki, nem? Ez áruház és nem játszótér. Leég a képemről a bőr. Többé a lábamot sem merem betenni ide. Legfeljebb a árleszállítás van. Nem nyerni meg tévékészülék? Nem, sajnos nem. És nem is nyerjük meg, ha nem jutunk vissza valahogy a boltba. Te el tudod képzelni, hogy valaki vesz ezekből a rémes ruhákból? Az én nagymamám a múlt héten vett egyet. Neki biztosan jól is áll. Rajta! Számolhatjátok! Köszönjük! A viszontlátásra! 932. Írd fel ezt is, Jerry! Nálad mi az eredmény? Egy kegyetlen fejfájás és két égőszem. Figyelj, Punky! Hova lett az a sok ember? Jaj, félek, hogy bezárt a bolt. Jézusom, nem fogok vacsorázni. Ha nem megyek haza, Henry szétszed. Ez szörnyű. De csak kell lennie valahol egy nyitott ajtónak. Ne is fáradj!
Ez is zárva van. A fene, hogy fogok én hajat mosni ma este? Én általában samponnal szoktam. Ah, óriási, a villanyt is kikapcsolták. Margó, nem félsz, ugye? Ne, csak megöl a méreg. Ennyi szép ruha, és még csak fel sem tudom próbálni őket. Glomer, ki tudod nyitni az ajtót? Kúsa, Lili de Csupretoj, Tradocs. Remélem ez azt jelenti, hogy igen. Na még egy kicsit! Na még! A rács már eltűnt! De az ajtó még zárva van! Jaj, valaki jön! Glomer! Gyere vissza! Ujjjjjjj, a rendőrség! Jaj, nem! Most aztán tényleg baj van! Csak számolgattátok? Egyet sem vágtatok zsebre? Hova lett Glomer? Nem tudom. Kérem, biztos úr, valamit bent felejtettem. Mi az? Hát, hogy is mondjam, egy ilyen... Köszönöm, hogy felhívott, őrmester. Szia, Henry. Punky, jól vagy. Nagyon megijesztettél. Ne haragudj, Henry. Jól van, de büntetésből nem nézhetsz ma este tévét. Jó, ha nem, hát nem. Panki, hol vagy? Ajjajjaj! Pitik le, drupik, frit! Jerry, nekem vissza kell mennem a boltba, mielőtt még valaki megtalálná Glomert. Képzeld, mi lenne abból. Van valami ötleted? A legjobb lenne talán oda mennünk a nyitásra. Hogyne, a vásárlókkal együtt. De hát nem mehetünk be a nyitás előtt. Ki tudja, talán mégis. Jó napot, a takarítók munkára jelentkeznek. Micsoda? Glomer! Glomer, hol vagy? Én tudom, merre ment. Ez biztosan Glomer műve. Panki, ide néz! Harapás nyomó. Ó, szegény Glomer. Azt hitte, hogy ezek igazi gyümölcsök. Miért? Nem igaziak? Nézd! Ott fönn a rács mögött! Megyünk már, Glomer! Nem érem el! Jaj! Vigyázz, Panki! Jaj! 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 Glomer! Ott vagy! Segíthetek, kisasszony? Én csak nézelődöm, uram. És vissza ne gyertek többé, csak ha már lesz hitelkártyátok. Nekem van hitelkártyám, tessék! Margo! Csillárok, képeslapok, hanglemezek. Ha te egy elveszett Glomer lennél, hova mennél? A talált tárgyak osztályára. Maradj már, Ellen! Ne hülyéskedj! Várj egy kicsit! Most először talán nem is mondod butaságot. Tényleg? Hát legalábbis remélem. Bocsánat, nem látott egy kis, egy ilyen kicsi és barna és szörös, így van a keze. Talán megnézhetném oda ben? Gyere csak be. Hát itt vagy. Micsak, egy játékállatka. Köszönöm. Megtaláltam! Glomer, rettenetesen aggódtam, érted? Glomer, elvesni, de Panki megtalált! Most pedig szépen hazaviszlek!
És mi lesz az elromlott tévével? Tényleg? Sietnünk kell, az édességes játék 5 perc múlva kezdődik. Figyelem, figyelem! Már is kihirdetjük az eredményt. Pánki, hogy számítottad ki, hogy mennyi édesség van a pultokon? Hát összeadtam négyünk életkorát, megszoroztam a magasságunk összegével, és elosztottam a házszámainkkal. Na, akkor lőhetjük azt a tévét. Figyelem, a nyertes neve Pánki Brewster kisasszony. Nyertünk! Persze. Én is így számoltam volna ki. Én vagyok Pánki Brewster. Te? Ez aztán a gyásznap. Tessék a tévét. Hát ez csodálatos. A meccset akarom látni. Hogyne, most rajta van sor. Nem igazság. Ne adod! Ne adod! Pánki, csend legyen végre. Szia, Henry! Éppen a tévét néztük. Senki nem néz semmit, tessék elzárni. Nem gondoljátok, hogy ebben a lökdösödésben tönkre tehetitek a készüléket? Játszunk dámát, srácok! Növés bajjal jár. Ilyen csámcsogás mellett nem lehet megbeszélni a karneváli szekér dolgát. Hagyjátok, Glomer! Életében először eszik pizzát. Elmegy az étvágya. Szóval, milyen karneváli szekeret csinálunk? Holnap van az iskolai felvonulás. Mivel négyünk közül én vagyok a legtehetségesebb és a legcsinosabb, én fogom megtervezni. De Margo, tavaly is te csináltad, és az utolsó helyen végeztünk. Most helyre kellene hozni ezt a hibát. Látom, a legragyogóbb tehetséget sem vagy képes felismerni. Majd én építek magamnak karneváli szekeret, és megnyerem az első díjat. Én egyedül. Majd meglátjuk, ki nyer, mert én is építek majd egyet, bizony!
Szentségeség, Glomer, mi történik veled? Szegény Glomer, mindenki fogadni. Még csak egyre nő. Ó, milyen finom ez a lapos ízé. Ezt úgy hívják, hogy pizza. Még mindegy. De hát meddig nősz még, Glomer? Ó, ma már nem nőni tovább, mint az ott. Hát így elég nehéz lesz rejtegetni. Sőt, lehetetlen. Gyorsan tennünk kell valamit. Bocsánat. Biztosan allergiás. Igen, én csak tudom. Én még az allergia elleni gyógyszerre is allergiás vagyok. Hát ő meg fog gyógyulni. Persze, ez pont olyan büdös, mint amit a mamám készít allergia ellen. Na, idd meg! Jó, és bántani nagyon Glomernek orra. Köszönöm, nem lenni szomjas, nem. Gyerünk, Glomer, ettől meggyógyulsz, na, gyerünk, idd meg! Nem kérek, hát jó. Gyerünk, idd meg! A jó. Na, gyere csak! Punky, megjöttem. Bújjál! Ó, nem! Henry biztosan meg fog látni. Ez mi? Hát ez gyógyital. Mi ez? Hát biztosan valami hangrobbanás vagy ilyesmi, hát nem tudom. Hadd töröljem le a ruháját. Ne fáradj el. Nem, ez egyáltalán nem fáradtság. Hadd segítsek. Ó, mit vétettem? Gyere, Glomer! Most mit csináljunk, Punky? Glomer egyre csak nő és nő. Ne izgasd magad, megoldjuk. Jó, ti figyeljetek és szóljatok, ha jön a gondnok. Megpróbáljuk visszasugorítani. Rajta, Glomer, kezdheted az edzést. Jól vagy, Glomer? Úgy néz ki, mint aki van jól. Punky, vigyázzunk, jön a gondok. Ki kell szabadítani Glomert? Jaj, vegyetek le! Vegyetek le! Jaj! Mindjárt lehozunk. Biztosan ez lehet az. Jaj, Ellen, ne! Most pedig pocoljunk innen. Hé! Hey! Ah, ki volt ez a vandál? Gyertek! Itt remekül elbújhatunk! Úristen! Olyan meleg van, mint a szaunában. Talán, mert ez egy szauna. Jaj, megsülök! Hát meddig fogunk itt gőzölögni? Gőzöm sincs, Glomer! Nem? De nagyon remélem, hogy itt végre össze fogsz menni. Ne viccelj! Az egyetlen, ami összemegy itt a gőzben, az Glomer ruhája. Igen, igazad van. Gyerünk innen, mielőtt a lelkünket is kiizgatnánk. Ugorjunk bele a vízbe! Nem, inkább a víz ugorjon belénk! Mi történik? Mi folyik itten? De hisz ez remek, Glomer! Meg tudod ismételni? Ellen! Most már igazi óriás, sehova sem tudjuk elbújtatni. De igen, elbújtatjuk. Meg kell tennem, még ha fáj is.
vagyok itt. Ha a szekeremet akarjátok ellopni, korábban keljetek. Margo, Glomer bajban van. Na és? Hello. Szeretnék elrejteni a szekereden, amíg újra kicsi nem lesz. Hát arról pedig ne is álmodozzatok. Fogjátok le! A virágokat a spórolt pénzemen vettem. Oj, de hiszen a virágoktól kicsüsedik vissza Glomer a régire. Vigyétek innen, vagy ráusztítom a kutyákat. Nincsenek is kutyáid. Nem baj, majd bérelek egyet, és azt uszítom rátok. Akkor én megyek. Összetörte a szekeremet, csak mert jobb volt, mint a tiétek. Mi? Az én karneváli szekerem sokkal szebb, mint a tiéd. Ha, hogy is lehet valami szebb az én kis arcocskámnál? Pánki! Gyere, Glomer! Megcsináljuk a szekerünket! Hadd irigykedjen! De Pánki, várj! Margo virágaitól Glomer lesz újra! Egy szót sem akarok hallani többet Margo idétlen virágairól. Most csak a szekér a fontos. Siessünk! Na végre, kész a szekerünk! És hogy fogod hívni? Rolls Royce? Igazad van, ez borzalmas. Várjatok, ez nem ide való. Ne, Ellen, ne! Mégis oda való volt. Sajnálom, Panki. Végem van. Margo örökké csúfolni fog majd ezért ele. És Glomer egyre csak nő. Igen. Hogy mászunk ki ebből, Panki? Bízd csak ide, Ellen. Panki Brewster nem adja föl a harcot. Köszönöm! Mi van? Hogy tetszik, Margo? De hát, ez Glomer! Ez közönséges csalás, Panki Brewster! Nem igaz! Nem tiltja semmilyen szabály, hogy Glomer legyen a szekére! Gyerünk! Mutassuk meg a zsűrinek! Nehogy megmerj előzni! Tüsszentetted a szekeremet! Holnap felkeres az ügyvédem! Gyere! Most virálják el a szekerünket! Ez a legjobb karneváli szekér. Ki csinálta? Mi ketten csináltuk. Együtt. Hazugság! Tehát azé az első díj, aki ezt a szekeret csinálta. Hogy nyertünk! Büszke vagyok rád. Milyen szép ez a szekér. Megtisztelő számomra, hogy én adhatom át nektek az első díjat. Glomer, megy össze. Ellen, hívd ide gyorsan Pankit. Gyere, Panki, gyorsan! Baj van! Ugye milyen jó lenni, hogy Glomer lesz újra olyan kicsi, mint volt? Miért nem mondtad ezt meg előre? Hát én mondani neked, de te egy szót se akar többet Margo idétlen virágairól. Jól van, na, belátom, hogy hibáztam, de most el kell tűnnünk. Köszönjük a díjat! Sajnáljuk, hogy már is el kell mennünk, de rendbe kell hozni a szekerünket. Pá! Lássuk, mi a fődíj. Nyisd ki, Panki. Pizza, fúj. Méghozzá hideg pizza. Igen, ilyet ettünk a múltkor. De jó! Glomer imádni pizza! Imádni! Panki hasonmása. Akarod látni, hogy ki
költözik a szomszédba? Persze, hogy akarom. Feltéve, ha megengeded. Tessék. Köszönöm. Glomer! Glomer, lát, fiú, jönni. Bizony, és milyen jó kép. Az mi? Jó a képe? Igen, elég jó képű. De nem az esetem. Hey! Én akarom legelőször üdvözölni ezt az elpenfölő fiút. Jól van, menj csak. Maradj itt, Glomer, rendben? Jó, jó, de vigyázz a ruhád, mit te felvesz a bajálison? Szia! Szia! Hogy vagy? Szia, mi újság? Ó, csak is nekem köszönt. Én Panki vagyok. Ő Jerry, ez pedig itt... Én Margó vagyok. A szép Margó. Az én nevem Erik. Ó, Erik, azt hiszem lehetettem az elegáns vonalú kis táskámat. Úristen, halászlátok ki belőlem! Jaj, jaj, segítség! Na. Szép fogás volt, pedig lány vagy. Miért? Te ügyesebb lettél volna? Persze, hiszen én fiú vagyok, Panki. Ide figyeljen, férfiú úr! Holnap majál is van az iskolában. Bizony, vetélkedő is lesz. Gyere el te is, jó? Majd meglátjuk, ki az ügyesebb. Jól van, Panki. Indulhatunk a majálisra, Henry? Nem is tudom, hogy miért hagytam, hogy elbolondíts. Remek bíró leszel, Henry. Szuper jól nézel ki. Na, gyerünk, essünk túl ezen az átkozott napon. Mindjárt jövök. Glomer! Hol vagy? Glomer! Hát ez miféle maskara, Glomer? Nem így van, egy kemmiféle Glomer. Sajnálom, de így is felismerne, Henry. Maradj csak szépen itthon. Ó, pedig Glomer egész héten úgy válni ez a majális. Sajnálom, Glomer. Viszlát! Viszlát! Viszlát, Panki! Megint jött, megint Glomer nyerni. Aki Glomer, az nyer. Ó, de egyedül Vanni, nincs kivel beszélni. Nincs csak Panki. Olyan ezen a képen, mint aki kaktuszra ülni. Én is úgy érzem magam. Várjunk! Hát, ha kijön oda játszani! Mit akarsz, kis puffancs? Jaj! Miért hívtál ki a fényképből, mi? Glomer érez egyedül magát, Panki van majálisból, elmegy szórakozni. De azt hiszem, hibát én elkövet, de lenni rossz. Úgyhogy menni vissza a fényképre. Te, Dinka! Soha többé nem megyek vissza a fényképre. És most meglátogatom Pankit. Viszlát, kis szörgolyó. Ó, Glomer lenni most nagy bajban. Ez a fődíj, ezt kapja majd a győztes. Nagyon jól fog mutatni a könyvespolcomon. Persze, ha kölcsön adja neked, Panki. Figyelem, a zsákbafutás valamennyi résztvevőjét kérjük a rajthoz. Ki ez a nevetséges alak? A nevelő apám. Ó, bocsáss meg. Győzni fog Erik! Nem lehet, hogy megverik! Ujjjé! Margó mindig ilyen? Ha alszik, nem. Elkészülni? Ujjjé! Right! Jól még, Panki, ahhoz képest, hogy lány vagy. Te is egész jól, ahhoz képest, hogy fiú vagy. Jaj!
nem igazság! Csak mert Ericnek drukkolok! Hé! Hey! Bocs, nem tehetek róla. Á, nem érdekes. Nincs vége, még én is győzhetek. Azt csak szeretnéd, de majd meglátod. Mi vissza kell parancsolni rossz pánki a fénykép album, mielőtt igazi pánki megtud. Különben lesz nagy baj. Hogy tetszene egy szájzugony, pánki? Mi történik itt? Megvagy? Isten veled, rossz pánki! Aha, bizony, Isten veled! Fél perc múlva rajtónak a taricskázók! Hol voltál, pánki? Már azt hittem, magamat kell tolnom. Elbúcsúztam egy régi barátnőmtől. Tüdés, bolhapészek! Lassabban, Panki, nem bírok ilyen gyorsan! Nem bírom! Ne sámítozz már, most nyerni akarsz, vagy nem? Panki! Mondd már, hogy maradj csöndben, idióta! Há, győztünk! Jól vagy, Ellen. Most győztünk, vagy nem? Ajaj, én dobni téved is jó, Panki, bele a kukába. Gyerünk vissza a szeméttelepre! Pánki, Pánki, káó! Ez lenni végzetes nap! Micsoda szörnyű szag! Jaj, ne! De kérem, ez egy szemételjárás volt! Pánki! Pánki, hol vagy? Mint a szénát keresték a tűk az alban. Na, végre megvagy. Glomer nagyon-nagyon örül, hogy te lát. Kérlek, Pánki. Ne haragudj rám ezért. Tévedni Glomeri dolog, nem igaz? Gondolja, hogy azért te is körülni, Pánki? Ez nagyon szép volt tőled, Erik. Igen, köszi a fagylaltot. Ugyan, hiszen megérdemled, te nyerted a talicskázást. Úgy van, hát gratulálok, ostoba fajankó. Pánki! Bocs, véletlen volt, megesik az ilyesmi, nem? Főleg velem. Hát tudod, azt hittem remek lány vagy, de valójában gonosz vagy, tudd meg! Mintha nem is te lennél, Pánki. Nem is én voltam. Nem tévedtél, Jerry. Pánki. Hát ez meg mi? Glomer mindent elmondott. Vissza fogsz menni a fényképre, ott van a te helyed. Szeretnéd, mi? Jaj, sose hittem volna, hogy ilyen rossz lehet egy kislány. Mit szólnál egy újabb repüléshez, Pánki? Rendben van, de te is jössz velem. Most nem vagy. Most nem vagy. Meg tudná valaki magyarázni, hogy mi történik itt? Hát persze, amint mi is megtudjuk. De Glomer zavarban, melyik lehetni rossz Pánki? Ő az. Hát ez nem sokat segít. Nagyon nagy baj lenni, aki most visszamegy fénykép, örökre megy vissza. Nagyszerű! Glomer lenni zseniális, de Brandon még ügyesebb. Na, helyedre! Nem hiszek a szememnek. Ki
ki ez a kis, nem is tudom mi? Nem lenni senki, nem lenni senki, de tényleg nem lenni senki. Tudsz titkot tartani? Persze. Jó, hát az úgy volt, hogy... Öreg Henrynek találta Pánki jó szórakozást. Dobjad! Hogy én mire nem vagyok képes a gyerekekért? Ha te is eltalálod egy-egy, de Glomer nem segíthet. Elfelejtetted ki a kenyiradót, Pánki? Egyszer én is megpróbálhatom, hogy mire vagyok képes. Pánki, jó!